Stacy Keach, Kránitz Lajos. Cynthia Rotrock, Farkasinski Edit. Ellenállhatatlan erő. További magyar hangok. Csulya Imre, Solnai Juli, Balázsi Gyula, Mináróvics Péter, Besenyei Emma, Dobránszki Zoltán. Magyar szöveg Görgényi Tamás. Hangmérnök Kardos Péter. Gyártásvezető Derzsi Csilla. Szinkronrendező Dezsőfi Rajz Katalin. A szinkront az Intercom megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. David Michael Frank. Haver, én erre a játékra születtem. Egymás után döntöm a rekordokat. És hogy szereztél új kártyát ilyen gyorsan? Az apád beszüntette a zseppénzedet. Mit gondolsz? Loptam. Jézusom, egyszer valaki elkap és föl kell a falra. Fényképezte Kevin Lucy Lined. Isten, gondolod, hogy megsúgja a pénztárosnak, hogy loptam? Nem hinném. Én az anyád. Hé, mi volt ez? Apád lehallgatja a telefont. Nem tudom. Semmi. Nem rendez neked születésnapi bulit? Kit érdekel? Úgyse jönne rá senki. Te már klinikai eset vagy. Sosem jutott eszedbe, hogy talán te is jobban érdekelné másokat. Írta Carlton Eastlake. Pontosan úgy beszélsz, mint az öregem. Mindig itt hibázza elő is. Rendezte Hello? Kevin Hooks. Halló? Mit csinálnak? Apa! Mit akarnak itt? Apa! Azt hiszem, megmondhatom, Jesse, a vezetőség küldött. A játékkártyát akarják visszakapni. Micsoda? Tudod te azt. Ezért most elviszünk. Mit akarnak? Mit csinálnak? Engedjenek el! Hello, Frank. Igazán válaszolhattál volna a hívásomra. Miért csinálod ezt velem? Nem tartozom neked többé semmivel. Nem számít, Frank, ha egyszer a barátom lettél, mindig az maradsz. És akarok valamit, amit csak te tudsz megtenni. Tehát, ha élve akarod viszont látni a fiadat, maradj itt és várd a hívásomat. Ne várj! Tudod, hogy megteszem bármi is az. Csak ne vidd előtt, kérlek! Kérlek! Jesse! A politikusok országszerte büszkén és elégedetten várják az új Harmónia Központ közelgő átadását. Ez lesz a város első szabadvállalkozási zónájának centruma. A polgármester és a kormányzó is megtiszteli jelenlétével a megnyitó ünnepséget. Az ünnepélyes megnyitó a központ előcsarnokában. Kelj fel, apu! Ó, gyerekek, mi az? Már megint itt aludtam el? Legalább pihentél egy kicsit. Mi ez a nagy felhajtás? A születésnapom nem lehet, mert akkor már nyugdíjas lennék. Letelt a 21 nap. 21 nap? Igen, ideje kiszedni a varátokat. Ó, ne! Gondolod, hogy a gyerekeknek látnia kell? Na, feltétlenül. Roppant tanulságos lesz nekik, hogy véletlenül sem menjenek zsarúnak. Na, óvatosan állná! Ollott? Én is ápolónő leszek, mint az anyu. Tudod? Nem, drágám, te kőműves leszel, ha a bátyád bekerül az egyetemre, mi meg koldusok. Úristen! Hagyod, hogy ő csinálja? Ó, hallgass, Christopher, így nem tudok koncentrálni. Ó, biztosan nagyon fog fájni. Úgy hallom, azt tetszene neked, Matthew. Mi ez a nyafogás? Megszokhattad volna már a henteskedést. Sosem fogom megszokni az ilyesmit. Tudom, tudom. Eldöntöttem, hogy lépek valamit ezügyben. Van egy tervem. Ó, és pedig? Megkéred a bűnözőket, hogy kést használjanak pisztoly helyett? Nagyon vicces. Holnap vizsgázik egy új kadétosztály. Ha végzel a cérnáimmal, beindítom az A-tervet. Ó, ez esetben... Au! Mondtam, hogy kiabál. Apu. Mi az, drága? Elvihettem a golyót megmutatni? Kérdezd anyádat. Persze. Kösz! Na még egy. Áú, most már elég! Hello. Hello. Hello, Harris.
A fotókat majd elküld. Terry! Hello, Harry. Miért van mindenki egyenruhában? Azt hittem, holnap van az évzáró ünnepély. Fele társaság a kongresszusra megy, a többi pedig a központ megnyitására. Túli parancsnok hol van? Edzőterem. Kösz. De ne csinálj! Beszélnem kell veled. Tudod, hova vitte a kölyköd a fiamat tegnap este? Nem. Tetováló szalomba. Remélem, nem dumálta rá semmi maradandóra. Nem, azt mondták, csak kirakatokat néztek. De ugyanez volt a szöveg akkor is, mikor Krisz rábeszélte, hogy furassa ki a fülét. Beszélned kéne a fiaddal. Elmegyek egy hétre, és nem szeretném, hogy a fiam úgy nézne ki, mint egy darab tapét. Oké, beszélek vele. Figyelj, Danny, segítened kell. Segíteni? És miben segítsek? Hát nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Szeretnék leszerelni. Ó, ugyan már. Te zsarú vagy, és mindig az is maradsz. Igen, még ki nem írnak, és még nem akarok meghalni. Szeretnék még horgászt az unokámmal. Nem is tudtam, hogy van unokád. Még nincs, de lenne, ha megérném. Mennyi ideje ismerlek én téged? 23 éve? Valahogy úgy. Oké. Elmész néhány hétre golfozni, aztán 2-3 vasárnap horgászni, aztán bang! Szépen megőrülsz az unalomtól, azt hiszed, nem ismernek. Jó van, oké, igazad van. De egy új társat akarok. Hey, ezen könnyen segíthetünk, van egy új fiú a számodra, most végezte az akadémiát. Nem fiút akarok, hanem asszonyt. Neked elment az eszed? Komolyan mondom, utána néztem. A nők 37%-kal ritkábban veszik elő a fegyvert, és 49%-kal ritkábban használják, inkább a meggyőzést választják. És én ezt akarom, Danny, elegem van abból, hogy a társaim miatt örökké rám lődöznek. Tudod, úgy emlékszem, te voltál az, aki pizzásnak álcázva rontottál be az ajtón elsőnek. Muszáj volt, mert különben Smiley ment volna be előttem. Erről beszélek. Örökké versenyzel minden zöldfülűvel, akit melléd osztok. Még mindig bizonyítani akarod, hogy te vagy a legjobb. Ura, Isten, ember, ha kapsz egy naív, ártatlan kis szüzet frissen az akadémiáról, vagy zokogni fog, vagy meghal 24 órán belül. Megváltoztam. Tényleg, esküszöm. És megígértem Árlának. Mit? Hogy egy zsenge kis szűz lesz a partnered? Nem. Azt, hogy megérem a jól megérdemelt nyugdíjamat. Ezt te komolyan gondolod? Nagyon komolyan. És megígéred, hogy megfékezed Kriszt? Megígérem. El fogom ásni a kertben. Van egy fiatal lány, akinek hiányzik a gyakorlati vizsgája. De a főnökség szerint kevés a szoknyás zsarunk. Szóval beszélj vele. Ha akarsz vele dolgozni, akkor elintézem neki. Kösz. Hé, hey, mióta gyúrod magad? Reggel óta. Egyenruhát kell vennem, és nem bírom összegombolni a hasamat. Meg ne szakadj. A 62-es körzetben semmi mozgás nincs. Akit várunk, valószínűleg eltűnt. Rodette Heller? Charlotte. Bocsánat, Charlotte. Igen? Harry Stone vagyok. Ugorjon be, kocsikázzunk. Iszunk egy kávét, és hosszan beszélgetünk. Tudja, miről van szó? Azt mondták, új partnert akar, és ha megfelelőnek talál, megkapom a jelvényemet. Erre gondoltunk. Jó napot! Asztalt két személyre. Köszönöm. Nézze, nem kaptuk meg az aktáját, biztos még mindig az akadémián dajkálják. Mi történt? Min húzták el? Megvágtak túszmentésből a gyakorlati vizsgán. Tényleg? Hozhatok valami italt? Két kávét kérnék. Az egyik legyen inkább tea. Az nem tragédia, elég kemény dió, különösen egy nőnek. Tényleg úgy gondolja? Igen, maximálisan. Tudja, a férfiaknak összöneikben van a harc. Így volt ez régen a dinoszauruszoknál, meg a kartfogú tigriseknél is. De a nő inkább a gyűjtögető típus. Tudja, mire gondolok? Igen, azt hiszem, tudom. Ne aggódjon, rengeteg hely van a nőknek a rendőri munkában, higgy el. Főleg, ha olyan feladat van, mint átkutatni egy tett helyet. Abban a nők nagyon jók. Hogy ment az orvostan? Osztály első voltam. Bár nem volt egészen fair. A fiúk nem értek rá tanulni, állandóan állt a farkuk. De túszmentésből meghúzták a gyakorlatin. Ez tökéletes, tökéletes. Milyen magas? 159. Mikor nem gyűjtögetek magukat? Ez jó volt. Tudja mit? Az az érzésem, hogy remekül kijövünk majd. Egy szó, mint 100. Megkapja a jelvényt. Gondom lesz rá, hogy jól játsza meg a lapjait.
20-as nyomozó. Eseménykód 512, autókereskedés, 90. utca és Grand Sarok. Már is megyünk. Rabló támadás? Igen, van valami megnyitó, nyilván minden járőrkocsi ott egerészik. Hozott pisztolyt? Nem, nem adtak nekem lőfegyvert. Jó, akkor adok egyet kölcsön. Nincs megtöltve. 2 perc múlva ott vagyok. Ide a kulcsokat, na, mi lesz? Tapadjon a földre! Jól van, ezt tegye el. Fedezzen hátulról és figyelje a falazókat. A fenébe. Ez az, amiből megbukott, nem? Igen, attól félek. Ez hiányzott. Oké, Charlene. Charlotte, jól van, csak nyugodtan. Ha bármi gond van, hívunk egy rendőrt. Na, gyerünk! Nem találtál semmit, ugye? Itt 20-as. Valóban rabló támadás zajlik, vége? Vettem, maradjon ott 20-as. Erősítést küldök. Meg fogják ölni. Igen, lehet, de mi sem jutunk beélve. Nem, mivel magán látszik, hogy zsarú. De talán én. Te gőrül! Csak nem képzel, hogy én fogom fedezni? Nem is várom el magától. Hé, várjon, várjon! Csallotta, ezt itt hagyta! Hasra! Tegye, amit mond! Elnézést, megmutatna nekem valakit, kocsit? Ne, ne aggódjon. Jó helyen jár, kis cicám. Mutatok egy jó nagyot. Először kezdjük a hátsó üléssel. Oké, de menjen előre. Próbáld ki megbilincselve. Szerintem úgy sokkal izgalmasabb. Jól van? Persze. De hogy a fenébe húzták meg túszmentésből? Azt mondták, túl agresszív vagyok. Igazán remekül kezdi a pályát Miss Heller. Valójában egy üstököshöz tudnám hasonlítani. Nagy villanás és 5 másodperc múlva vége. Nem hallgatnám meg előbb az én verziómat? Úgy érti, hogy voltok a szétrombolni az autószalont? Igen, azt hiszem. Különben megölték volna az eladót. Ez volt az oka, hogy bement, kockáztatva az összes túsz életét? Mit kellett volna tennem? Beszólni, hogy rendőrség, aztán úsgyi? Igen! És megvárni a kommandósokat. Tudja, ők az ilyen helyzetekre vannak kiképezve. Hány túsz esett volna áldozatul? Nem akartam, hogy ez történjen. Értem. Remek. Még meg is magyarázza nekem. Hülyét akar csinálni belőlünk, úgyhogy maga legyen itt a szuperbárisnya, ez lenyűgöző. Fel van függesztve, míg jóvá hagyják a leszerelését. Hé, Danny, nem liheged túl ezt a dolgot egy kicsit? Nem próbálod pártját fogni, ugye? Tényleg ő a legjobb partner számodra? Nem azt mondtam, hogy a társam legyen. Te elkapta a fickókat. Nem az a legfontosabb, hogy a fehér kobrák miért kezdtek hirtelen autót rabolni? Ó, ne. Ugye nem kezded megint a fehér kobra rögeszmédet? Egytől egyik fehér kobrák voltak, az egyiknek még tetoválása is volt. Hagyj engem békén! Te szórakozol velem, Harry! Mi lesz a következő? Elintézed, hogy Chris rábeszélje a fiamat, hogy furassa ki az orrát? Kétlem, hogy sikerülne, Kevin elájul egy tűt lát. Jól van, elég volt.
Szerinted jó munkát végzett? Akkor téged is felfüggesztelek. Se jelvény, se pisztoly. Nem fogtok engem a sírba vinni. Most pedig kifelé. El kell érnem a gépet. Ez nem lehet igaz. Ma jöttem vissza dolgozni, és már is felfüggesztettek. Mi baja magának? Gyermekkorában mindig megölték a kis cicáját. Miért? Maga szerint őrültség volt tőlem bemenni? Őrültség az volt, hogy vitába szállt Túlival. Bemenni inkább öngyilkosság volt. Tudtam, mit csinálok, kaptam kiképzést. Igen, azt láttam. Hol kapott ilyen kiképzést? A tengerészetnél. Hogy mondta? Az egyetlen nő vagyok, akit ott képeztek ki. Ez lehetetlen. A Navy nem képez ki nőket kommandósnak. Ne vicceljen. Ezt épp velem akarták indokolni. Ó, már értem. Emiatt ne keseredjen el, ott a legtöbb férfi megbukik. Nagyon köszönöm, de én átmentem a vizsgán. Aztán ide jött hozzánk. Remek. 7000 zsaru van a cégnél, én meg kifogom az egyetlen bosszú vágytól fűtött nőt. Hé, nagyon féltem, amikor bementem abba a szalomba, de úgy gondoltam, nem tehetett mást. Egyébként maga is szépen nekiugrott annak a szegény Mercinek. Maga még őrültebb, mint én. Maga a féle zsandárk, igaz? Igen, és nagy szám van, és rossz modorom. És azt hiszem, most nagyon elrontottam mindent. Tudja, én mindig zsaru akartam lenni. Csak ebben vagyok jó. Figyeljen, van hová mennie? Valami ismerős? Nem igazán. Nincs kedve eljönni hozzám vacsorára? De mit fog szólni a felesége? Valamivel jobban céloználam, biztos lelő, mint egy kutyát. Na, jöjjön. Jobb, ha visz neki valami ajándékot. Ez az egyetlen esélye. Igaza van, de maga találja ki, hogy mit. Harris, megúszuk ezt? Nem tudom. 23 éve vagyok a cégnél, régóta ismerem Túlit. Engem biztosan visszavesz, de magát van esélye, hogy kirúgja. Köszönöm, köszönöm! Mihelyest mindenki itt lesz, megkezdjük az ünnepséget. Hello, Terry, mi újság? Mikor nyitjátok meg? A politikusok majd befogják. Ó, csak nézni akartam valami ajándékot életem értelmének. Maga mit szól hozzá? Menjen csak, az eladókat akkor engedjük be, amikor elvágták a szalagot. Kösz. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a megnyitásra. Ennek a központnak a megnyitásával tanúi lehetünk városunk újjászületésének, gazdaságunk kiteljesedésének és álmaink megvalósulásának. De erőfeszítéseink nem gyümölcsöztek volna akarat és előrelátás nélkül, és vezetőink bátor és hősi küzdelme nélkül. Mindenekelőtt szeretném bemutatni Önöknek azt az embert, aki elsőként vette pártfogásába ügyünket, polgármesterünket, Tom Wisont. És szeretett államunk kormányzóját, aki valóra váltotta a tervet, James Cunningot. Ennyi politikus egy lakáson. Igen. Egyetlen bomba előbbre hozná a választásokat. Előre anélkül a jelentős üzleti segítség nélkül, amit kaptunk. Várjunk csak. Mi a baj? Ismerem azt a biztonságőrt. Elcsíptem a fiút 5 éve, a fehér kobrákhoz tartozik. Azok kicsodák? Új fasiszták. A fehérek felsőbbrendűségét hirdető bandaként jelentek meg. A vezetőjük eltűnt. Mindenki azt hitte, megszűntek. Az a szörnyű gyanú, hogy visszatértek. Biztonsági emberként. Tudja mit? Maga kövesse őt, én megyek a másik után. Mi a fenét keresel te itt? Hello, Nash.
Van itt egy kis probléma. Itt csak veled van probléma. Először nem várod meg a kommandósaimat az akciónál, most meg taszigálod a polgármester nejét. Tűnj innen gyorsan! Várj egy kicsit, meghallgatnál? A biztonságiak a fehér kobrához tartoznak. Kobrák? Már évek óta nem léteznek. Az imént láttam az egyiket biztonsági egyenruhában. Az lehetetlen, mi magunk ellenőriztük a biztonságiakat. Valóban? Akkor jobb, ha megtisztítod a kontaktlencsédet, mert nem látsz tisztán. Nem, te vagy az, aki nem lát tisztán, Harris. Látomásaid vannak arról, amikor még valóban a rendőrséghez tartoztál. Na gyerünk! Mikor először nekifogtunk a munkának, megfogadtuk, hogy a törvénytelenségek nem veszélyeztethetik többé városunk biztonságát és kereskedelmét. És most, hogy demonstráljam, milyen hihetetlen védelmet terveztünk a központban, szeretném bemutatni a Megitech Security szolgálat képviselőjét, Hervé Mendrilt! Hol van Hervé Mendrilt? Szörnyű fejfájás gyötri, de ne aggódjon, körültekintően tájékoztatott, mielőtt távozott. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Nem tudják, milyen örömömre szolgál, hogy itt láthatom ma önöket, mert azzal tudom leghatásosabban bemutatni fantasztikus biztonsági rendszerünket, hogy kipróbálom önöket. Ez a távirányítója valamennyi biztonsági berendezésnek, és a biztonsági főnök hordja magánál. Bármi problémát észlel ezen a bámulatos erődön, értesíti a rendőrséget, és megérkezésükig tökéletesen lezárja a központot. Egyszerűen csak megnyomja ezt a gombot. Ez csapda. Ráteszem a nyugdíjam. Csak maradj nyugton a parancsnoki kocsiban, minden a legnagyobb rendben lesz. Kivéve a karriered. Tudja, kormányzó úr, egy kismadár megsukta nekem, hogy születésnapja van. Íme egy kis meglepetés. Imádom a partikat. Azt hiszem, ettől meg fognak hatódni egy kicsit. Isten éltesse, kormányzó úr! Készülni! Utánam! Feküdj! Feküdj! Most már hiszel nekem? A kocsik vele biztos alá vannak názva. Vissza! Vissza! A parancsnoki kocsihoz! Elmentek. Menekülnek. Felmegyek. Állítsátok be az M19-et! Kapcsoljátok be a szellőzést, hadd menjen ki a gáz! És hívjátok fel a fiú apját! Halló?
Hol van a fiam? Itt van velünk. Apa, ne hallgass ezekre! Jól vagyok! Azt hiszem, ez nem a legjobb tanács, Frank. Ha élve akarod viszont látni a csemetédet. Ne aggódj! Megcsinálom. Jó. Vedd át a csomagot, amit küldök neked. Fogj hozzá! És ne feledd, Frank. A fiat csak úgy jut ki innen élve, ha mi kijutunk. Ne hagyd cserben! Minden parancsnokunk odabent van. A főnök, Kelly, Hernández. Hol van Túli? Már a Denveri gépen van, leghamarabb ma este érhet vissza. Hadnagy úr, könyvgázt teresztenek ki a szellőzőkön. Nem hiszem, hogy bárki is megszökött volna. A társam talán igen. Ő nem volt a csarnokban, amikor a támadás elkezdődött. Fegyvere van? Nincsen. Rádiója sincs? Nincs. És szerinted van esélye? Na ne viccelj, ha azok a fickók elkapták, meg is nyúzzák. Semmi? Nem találom. Mi a hézag? Fegyveres? Lehet, hogy zsaru? Inkább valakinek a húga. Ennyi időt pocsékoltál egy csajra? A biztonsági érzékelők majd jelzik. Hátul biztosítsatok. Hallottátok? Indulás. A déli torony tiszta. Kapcsold be az érzékelőket. Hé, Terry! Igen? A menedzser, az a fickó, aki melletted állt, amikor jöttem. Hol lehet most? Sajnálom, fogalmam sincs. Valószínűleg ő is bent van. Gyerünk, gyerünk, siessetek! Vidd az északi kapuhoz! Tegyük ide a műszert! Gyerünk! Érkezett belülről. Jó napot! Üdvözletem küldöm városunk koronájának legújabb égkövéből. Gondolom mostanra rádöbbentek, hogy az, amit a honatyák erődnek szántak a garázdálkodók ellen, ehelyett börtönükké vált. Itt van a kormányzó, három tanácsadója, a polgármester és a városi önkormányzat 13 prominens személyisége. Egy szenátor, két képviselő, öt rendőrparancsnok. Üzletemberek bájos csoportja, akik elég tehetősek, hogy felépítsenek egy ilyen szörnyeteget. És végül, de nem utolsó sorban a tévébámuló és hamburger zabáló tömeg. Itt van egy lista 32 bebörtönzött barátomról. Azt akarom, hogy bocsássák szabadon és hozzák ide őket 100 millió dollár készpénzzel meg egy páncélautóval, ami elvisz minket a reptérre. Különben elkezdem tizedelni a túszokat. Egy töltény, egy fiú. Már is küldöm a részletes követeléseimet. Hívjanak, ha készek tárgyalni. Ki ez? James Barrow, a fehér kobrák alapítója. Állítólag meghalt. Igen, Elvis pedig állítólag él és a piacon vásárol. Figyelj, a 32 barátja vagy a síralomházban van, vagy az életfogytiglanját tölti. Ha kiengedjük őket, egy hadsereg fogja terrorizálni az egész államot. Honnan tudsz róla ennyi mindent? Mikor Barrow 81-ben először visszatért, rávettem a társamat, hogy épüljön be az egyik csoportjába. Barrow végül rájött. Egy beavatási szertartáson eltették láb alól. Remek. Csak ez hiányzott, egy elfogulatlan szakértő. Ismerem Barrow-t.
Ha nem jutunk be, mielőtt teljesen besáncolja magát, elkezdi ölni a túszokat. El kell kapnunk mégpedig azonnal. Szó sem lehet róla. Előbb beszélnem kell a feletteseimmel. Nem láttad a tévén? A feletteseid fogságban vannak. Én csak hadnagy vagyok. Akkor mit teszünk, hadnagy? Itt állunk, amíg elkezdi öldösni őket. Hé! Hé, maga! Rico, Rico! Picsába! Mint a néhány másodperce készült képsorokon látható, a terroristák vezére kiengedett egy sebesült biztonságőrt a követeléseire. A szakértők szerint a vezér nem más, mint James Baron, a Fehér Kobrák szervezet alapítója. A 80-as években jó néhány bankrablást és terrorista támadást követett el. A rendőrség úgy tudta, hogy 1984-ben egy tűzharc során életét vesztette. Más híresztelések szerint csupán átköltözött Dél-Amerikába, illetve Európába. Északi, déli és a főbejárat. Csak ezek a bejáratok vannak? Van még a kamionbejáró, de a rendszer azt is lehet. Hé, te mi a felé csinálsz? Kitalálom, hogy jussak be. Azt hittem, én vagyok a parancsnok. Eddig én is, de mindenki tévedhet. Elnézést. Stone felügyelő, egy ocsmány szájú hölgy lépett be a forgalomirányítási frekvencián. Azt mondta, ismeri magát. Halló! Halló, Charlotte! Ott van! Elárulok egy családi titkot, Harris. Az apu mindig Charlie-nak hívott. Ezért lettem olyan fiús. Akkor innentől tegeződünk. Jó, tudod, mi vár ránk itt? Nem, neki még. Baronnak legalább 20 embere van állít felfegyverkezve, és telepítettek egy jébágyút. A déli bejárat. Mi van a többi bejárattal? Ja, Harris, tartsd egy kicsit, megnézem mindjárt. Van valami tervetek, hogy hoztok innen? Charlie, nézd! Előbb valahogy be kell jutnunk, a biztonsági kapuk le vannak zárva. Nem tudod betörni? Én nem, de egy tank sem. És ha valaki elvágná a kontrollkábelt? Megcsinálod? Talán. Az nem megy, a kapuk üzembiztosak. Csak a biztonsági központból lehet fölnyitni őket. Nem megy, Charlie? Igen, hallottam. Valahogy megpróbálom. Hogyan? Bejutok a biztonsági központba. Nem tudom, mennyire tudok segíteni. A kommandósokra nem számíthatok. Nincs, nincs. Lehet, hogy ott van benne. Jó, majd megnézem. Te menj a cipőboltba. Majd később jelentkezem. Charlie! Charlie! Nem segítesz, igaz? Fegyvert tölts! De senki nem mozdul, amíg én nem adok parancsot. Itt a lány. Erre felé jön. Hé! Meg akarom adni magam! Nem szeretnék megsérülni. Jól van. Gondunk lesz magára. Benn vagyok, de tudni fogják, amint kinyitom a kaput. Sietni kell. Légy készen létbe! Ötös egység, foglald vissza a biztonsági központot! Minden egység készen lép! Most mire várunk? Még nincs kész a terv! Nem is kell, megmondom, mit csináljatok! Villámgyorsan gurultok a robbanókocsik közt egyenesen a halba! Baron emberei szét vannak szorva, gyorsan elkaphatjátok őket! Törjem össze a kocsikat! Tudod, milyen engedély kell ehhez? Küldd el a számlát! Állíts meg! Mi a büdös felét csinálsz? Tildát mutatok, szerintem mozdulj meg te is, ha nem akarsz kinyifanni! Mi a fenére vártok még? Küld az embereidet! Semmi esélyünk sincs! Mit csinálsz? Valamit, amit megbánok. Ha nem bírtok a
csajja, lőjétek szét a kontrollkábeleket, csak csináljatok már valamit! Na! Már csukodnak a kapuk! Nézzük az épületet. Semmi. Meghaltak vagy leléptek. Mi a baj? Egy pillanatra úgy tűnt, hogy a sofőr Harrison volt az egyetlen zsaru, aki már majdnem elkapott egyszer. De biztos csak képzelődöm. Remélem, jutottál valamire, Kurt? Egy perc az egész! Harris, remélem, te is megjutottál! Maga kicsoda! Charlotte Heller, rendőrség! De mit csinálsz? Engem elraboltak. Maga fog kiszabadítani. Attól függ. Van másik kiárat. Mi? Elintézett minden fickót, és nem tudja, hogy kell kijutni innen. Elég zűrös a mai napom. Szóval megmondanád, van másik kiárat. Igen, a közműakna. Biztos? Persze, hogy biztos, én profi vagyok. Profi micsoda? Áruházi patkány. Mármint, hogy tolvaj. Ha azt mondom, igen, akkor is kiszabadít. Majd később megbeszél. Harris, találtam egy gyereket, a tető felé megyünk. Harris! Gyerünk! Jöjjön már! Mit vacakol még ott? Kisétnél iszonyos vagyok! Hát akkor küzdje le! A lépcsőhöz, gyorsan! Se rádió, se töltény. Azt hiszem, maga stílusosan tud veszíteni. Mindenki ezt mondja. Biztos így is van. Charlie! Charlie! Lásd be végre, Harris vesztett. A rádiója nem felel, ő maga nyilván halott. Nem tehetünk semmit. Mi a felét csinálsz? Adod a menedzsert. Elnézést, magát akarja. Oké, megvan. Igen? Halló, vége. Ez az, amire gondolok. Igen, az a szemétledobó. Vége. Az épület belsejébe vezet? Hát a közműpadlásra, igen. Vége. Mintha azt mondta volna, nincs más bejárat. De az nem egy szabályos bejárat. Hadd kérdezzek valamit magának, az az egész szituáció szabályosnak tűnik. Annak látja, mert ha igen, mondja meg. Vége, és viszlát! Bemászik a szemétbe. Ez nem igaz, a szuper zsaru. Harris, figyelj rám, maradj, ahol vagy! Mit akarsz, mit csináljak, hadnagy? Várjon meg a reggeli szemetest! Nem, a társam mellett a helyem. Te már túl öreg vagy ehhez, Harris. Ezt mondja a hátam is, de kell egy kis testmozgás. Jó, és mit mondunk a nejednek, amikor kihozunk egy hullazságba, ne? Mondd meg, hogy nem kell nagy felhajtás. Csak ásson el a kertben a kutya mellett. Kurt, mi a helyzet odabenn? Tönkrement a fő irányító panel és a legtöbb belső érzékelő. Veszteségek? Három sebesült, és elvitte a kölyket. Mi?
Az meg hogy lehet? Hát a kis csaj elég dögös. Azt is mondhatnám, hogy meglepte őket. Ilyen többet nem fordulhat elő. Figyelmeztes mindenkit, és kapjátok el. Azt hiszem, itt az ideje, hogy a túszok végre hősökké váljanak. Tombolán motort lehet nyerni. Ha mindet elviszem, én fogom megnyerni. Neked elment az eszed. Bármikor megtalálhatnak. És? Akkor jön a B-terv, nem? Tényleg van B-terve, ugye? Még egy zseton. Újraindít. Új játék indul. Rajtam nincs ilyen gomb. Hát ez nem lehet igaz. Egyszer rabolnak el életemben, és akkor is egy amatőr szabadít ki. Figyelj! Abba hagynád a nyavajgást, és elmondanál néhány dolgot? Mit? Jól vagy? Igen, persze. Hogy hívnak? Jesse. Mondd csak, Jesse, miért tartanak fogva? Nem tudom. Csak itt ólálkodtam reggel, és kiszúrtak. Biztos azt hitték, láttam valamit. Bántottak téged? Nem. Profi vagyok. Tudok bunyózni. Nem akarom, hogy ezt valahol itt próbáld bemutatni, megértetted. Hé, hey, ne engem hibáztasson azért, mert maga elszúrta. Nap mint nap szívok, de nem hagyom, hogy letörjön. Figyelj, mennyire ismered ezt a helyet? Baromi jól. Minden vásárlóközpontot ismerek. Legalább 10-szer dobtak ki a zsaruk innen az építkezés alatt. Jó, de van olyan hely, ahol nem találtak meg? Persze. A közműakna tetején, a háztartási bolt mögött. Az épület legmagasabb pontja. Akkor oda fogunk menni. De előbb egy kis betöréses lopás. Biztos, hogy maga zsaru, mert tudja, nem úgy néz ki. Épp ez a lényeg. Ide jönni segíteni egy kicsit? Hát hogy ne, ilyet nem hagyok ki. Tudom, hogy ki maga. Igen, maga. A szépség, aki tönkretette az irányító szobámat. Maga zsaru. Be kell ismernem, kedvem lenne elfenekelni magát azért, amit megpróbál. De mivel elszúrta, inkább egy puszit kap tőlem, és szabad kiutat. Feltéve, hogy meg tudunk egyezni néhány dologban. Csak hívja az 5683-at bármelyik telefon. Én itt leszek, de siessen, mert addig percenként megölök egy zsarut, és az első perc majdnem letelt. Vidd a liftet, később visszajövök. Ha felhívja, megtalálják. Menj már, ne szövegelj annyit! Vajon ki lehet az? Szégyen, hogy már is szenilis. Pedig jóképű fiú. Még mindig nálam vannak az épület kulcsai és a barátai. Bár csak zsaru lennék, akkor nem verekednék az embereivel, csak mosolyogva szitává lőném őket. Volt nála fegyver? Nem, amíg nem szerzett. Szóval, hogyha nem zsaru, akkor mi? Ki más jönne be ide, míg a zsaruk cseverésznek a politikusokkal? Úgy érti magatól vagy? De sokkal udvariasabb, mint maga. Már majdnem megléptem a zsákmányommal, mikor az emberei lövöldözni kezdtek. Betörtek valamelyik üzletbe? Valaki kirabolt az ékszerboltot a másodikon. Ezt miért nem mondtad? Tudja, azt hiszem, bocsánatot kell kérnem. Hozza ide a fiút, és bocsánatot kérek. Ó, nem. Csak vele juthatok ki, ha a zsaruk kifüstölik magát. Fogalmuk sincs, hogy fogok kijutni innen. Maga ennyire okos. Halljuk. Hogy fog kijutni innen? Sajnos azt nem mondhatom el. De higgyel, nagyon nagy gáz lesz. Hozza el a fiút. Szükségem van rá. Ne álmodozzon.
Háztartási bolt, a másodikon. Elkapni! Érdemes feljönnöd ide, akad itt látni való. Gyerünk! Jöjjön! Mit csinálsz itt? Megbújheráltam a liftet, lemegy a pincébe. Gyorsan, jöjjön! Gyorsan, gyorsan! Újabb két ember harcképtelen. Az már öt. Szeretnék találkozni a lánnyal. Nem kellene. Ó, dehogy ne. Lelőjük a túszokat? Miatta kár lenne. Ő nem zsaru. Azok nem ilyen jók. Vizsgáljátok át az épületet. Megtaláljuk. Hol tanult meg így verekedni? Az apám elvitt karatézni 12 évesen. Gondolta, lesz egy kis önbizalmam. Higgy el, bejött. Örülök, úgy látod. Jobb lesz, ha sietsz. A tévé szerint a kormányzó helyettes mindjárt ide érkezik tárgyalni. Ne aggódj, kész lesz. Charlie, hallasz engem? Kitalált már valamit? Hát nem tudom, elég rosszul érzem magam. Sajog az összes bordám, úgy tűnik, ez nem az én napom. Itt elbújhatunk, míg a rendőrség megjön és kirúgnak. Mit szólsz hozzá? Nekem oké. Jó. Lássuk, mink van. Víz, muníció, csokoládé, rádió, az nincs. Azt talán jobb is. Mikor beszél valakivel, mindig ki akarják nyírni. Azt hiszem, ez lehet a karmája. Ez csak rossz beidegződés. Anyám figyelmeztetett, hogy vigyázzak vele. Tehát a mamája él még. Persze. Vasárnap voltam náluk. Szóltam nekik, hogy nem érdemes eljönni az évzáromra. És a te anyád? 5 éve meghalt. Autóbalesetben. Ittasan vezetett. Sajnálom. Ugyan, nem gond. Sokakkal megtörténik. Beletörődtem. Mi ez? Nem tudom. Mutasd csak. Mi a baj? Ez a VX gáz ellenszéruma. Micsoda? Ideggáz. Egy adag elég a fél városnak. Ah! 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 Ah!
ki a fene maga? Az intézmény főfodrász, a panasz érkezett a hajviseletére. Hol van a lány? Nem tudom, nem találtuk meg. Mire megy ki a játék? Ezt nem fogom megmondani. De egyet ígérhetek. Magodnak annyi. Igen? Ez egy remek ötlet. Aludjon rá egyet. A kormányzó helyettes itt van. Videó készen létbe. Videó indul. Elgázosítanak minket? Addig nem, amíg ők is bent vannak. Olyan jó ellenszer nincs. Kell, hogy legyen vegyvédelmi ruhájuk és menekülési tervük. Valami, ami megtéveszti a zsarukat. Biztos, hogy nem láttál semmit? Én? Nem, én csak dolálkodtam itt-ott. Túl sötét volt. Túl sötét? Igen, mármint tudja. Nem tudom. Fél órája még azt mondtad, hogy reggel kaptak el. Igen, de nagyon korán volt. Nem. Egy ilyen srác nem kell olyan korán. Mi közöd ehhez az egészhez, Jess? Nem tudom. Ne hazudj nekem. Túl sok élet múlik ezen. Igazat mondtál, amikor azt mondtad, hogy az anyád meghalt? Igen. Akkor az apádnak van köze ehhez. Apám egy mintapolgár. Kizárt. Figyelj rám, Jesse. Ha a félvárost el akarják pusztítani ideggázzal, mit gondolsz, mit csinálnak az apáddal, ha már nem kell nekik? Felejts el! Nem segítene nekik. De igen, ha tudja, hogy te veszélyben vagy. El kell mondanod. Talán segíthetünk rajta. Mi történik vele, ha benne van? Nem tudom. De nem olyan rossz, mint akkor, hogyha az egész dolog végbe megy. Kérlek, Jesse, hogy hívják? Del Vecchio. Frank Del Vecchio. Már régóta ismeri Beront. Legalábbis Beron ezt mondta. És azt, hogy apám neki fog dolgozni. És én vagyok a biztosítási kötvénye. Tudod, hogy miről van szó? Apám pont a rendőrségnek dolgozik. Helikopterműszerész. Oké. Kell találnom egy rádiót. Te maradj itt. Dehogy maradok. Magával megyek. Nem, megsérülhetsz. És ki fogja fedezni magát? Millió ember vadászik magára odakin. Visszajövök érted, ígérem. Csak maradj itt. Kormányzó helyettes asszony, Nes hadnagy vagyok. Tájékoztatták az itteni helyzetről? Útközben felvázolták. Az a két rendőrben maga szerint él még? Lehetséges. Esetleg tudnak tenni valamit? Kétlem. A lány újonc, Harris pedig már nem túl fiatal. A videó kapcsolat megvan? Persze. Oké. Ismeri a szabályt. Rögzítheti, de nem sugározhatja, amíg át nem néztük. Utána semmi akadálya. Oké. Adja be. Mr. Baron? Barbara Denner kormányzó helyettes vagyok. Igen, tudom. Legutóbb magára szavaztam. Bocsánat, ezt most milliók nézik. Ó, nézze. Mr. Baron, ön nyilvánvalóan intelligens ember. Biztosan szót tudunk érteni. Örülök, hogy így érzi, mert a dolog nagyon egyszerű. A listán szereplőket akarom, a pénzt és a páncélkocsit, amivel a reptérre megyünk, akkor visszakapja a túszok felét. Mikor leléptünk, visszakapja a többit is. Hát, nem biztos, hogy megtehetem. Dehogy nem teheti. Tudom, hogy nem szokta beadni a derekát, legalábbis nyilvánosan. Kérjen tanácsot egy erre megfelelő személytől. Kormányzó úr! Barbara! Meg fognak tudni egyezni egymással? Hát az attól függ, nem biztos. Én... Legyen biztos! Tegye meg! Fogadja el azt, amit ajánl! Ön utasít rá, hogy fogadjam el? Persze, hogy én! Csak teljesítse, amit kér! Most azonnal! Mindenki meg fogja érteni! Oké. Ha engedünk, mi történik? Előbbre lépünk vele! Kevesebb túsz lesz náluk, és követhetjük őket fentről! Tehát, ha szétválnak, elkapjuk őket! Ha együtt maradnak és elmennek a reptérre, az már az FBI gondja. Biztos benne, hogy nincs buktatója? De. Mondja azt a médiának, hogy nem engedünk igazán. Becsapjuk őket. Mr. Baron, örömmel újságolhatom. Úgy döntöttünk, megegyezünk önnel. A pénz és a barátai egy órán belül itt lesznek. Amint ideérnek, kiengedjük az első túszokat. Akkor hamarosan beszélünk. Oké.
A tévéstábunk rögzítsen mindent. Felhasználhatjuk a kampányból. Jobb, ha mielőbb idehozzuk a rabokat, mielőtt az a két zsaru mindent elront. Ide gáz van benne! Tudom, el kellett menni a patyolatba, meg a fodrászhoz, kajárni szedtem, de itt vagyok, nem? Melyik ajtó a kiárat? Az ott, fedezlek! Nem, én fedezlek! Jobb lesz, ha gyorsan elszálljuk magunkat! Akkor menjünk együtt! Gyerünk! Mi a fenére vártok? Itt nincs lépcső! Ugorj! Nem tudok, tériszonyomban! Nekem is! Es hadnagy! Stone felügyelő! Harris, mi van? Miért használod a forgalom irányítási frekvenciát? Azért nagy okos, mert Baron vélhetően nem figyeli ezt a frekvenciát. Figyelj rám! Találtunk valamit, ami fontos lehet. A legfelső szinten ideggáztartályok vannak. Ne es pánikba, az csak könnygáz. A csarnokban használták. Azok ott VX gáztartályok. Tartsd, Nash! És el tudod ezt magyarázni a kőagyúnak? Persze, majd bevettek mindent. Miss Heller van a vonalban. Hello, hadnagy. Van itt egy kis probléma. Amit láttunk, VX ideggáz. Tudom, mert ellenszérumot is találtam orosz és arab felirattal. Maga tud olvasni oroszul és arabul? Nem, de megismerem az atropint, ha látom. És a tartályokon is arab és orosz felirat van? Hát persze. Akkor honnan tudja, hogy mik azok? Abba hagynál végre, az életét próbáljuk megmenteni. Hé, Nash, légy jó magadhoz! Dolgozik egy Del Vecchio nevű fazon! A cégnél, mondd meg, hogy kiszabadítottuk a fiát! Tudd meg, mire készül! Oké, el fogjuk intézni, amint lehet, de most figyelj rám! Megállapodtunk Baronnal! Ki engedi a tuszokat? Ne avatkozzatok bele! Igen? Lengyel a pápa, gratulálok! Szépen besétálnak a csapdába, mi? Ők ehhez értenek. Jól van, gyerünk! Ezeknek azonnal fel kell szállni! Most elmegyek. Elvek jó. Hívd fel a fiadat. Mi? Egész éjjel melózunk, szólj haza neki. Semmi gond. Van, aki vigyáz rá. Oké, akkor hadd repüljenek a madarak. Biztos vagy benne? 100%-ig. Ha kiengedjük őket innen, megölnek minden zsarut. A tuszokat, és utána a félvárost. Mit csinálsz? Próbálom kiszámolni, mennyi lőszer kell. Biztos, hogy ezt akarod tenni? Miért te? Azt hiszed, először csinál?
Nem. Eszembe jutott, hogy azt ígérted a feleségednek, megéred a nyugdíjat. Eddig még sikerült, nem? Egyébként Arla megérti. Zsaru családban nőtt fel. Biztos nem örül neki, biztos nem tartja jónak, de... Hé, ezt kell szeretni. Tudod, miért lettem Zsaru? Ha? Rájöttem, hogy az élet nem habos torta. És ez nagyon elkeserített. Vadászunk, jó? Van valami ötleted, hogy kapjuk el őket? Azt mondtad, az északnyugati szárnyba vitték. Akkor van egy ötletem. A páncélautó 15 perc múlva várható. A rendőrhelikopterek felszálltak. Készítsék elő a gázadagolókat. Neton szálljon fel. Fekete fény, szállj fel a géppel. Tudsz te erről valamit? Nyomasd őket, Barry. Hé, óvatosan! Azt akarod, hogy fölrobbanjunk. A kocsik a parkoló végénél vannak. A vegyvédelmi ruhákat. Mindenki öltözzön át, mire ide érnek. Gyerünk gyorsan, mozogjatok! Ott vannak! Átverés! Nem férünk hozzá a ruhákhoz! Mi? Elégetik a ruhákat! Állítsd meg őket, barom! Gépágyút a dúszokra! De gyere velem! Harris, mi a fele folyik ott? Tüzet szüntes! Az ott egy kicsit nehéz lenne, Nash! Ugyanis elégetjük a vegyvédelmi ruhákat, nem jössz inkább segíteni? Vegyvédelmi ruhák? Vegyvédelmi ruhákat mondott? Ideggáz muníció van ott bent? Ez csak teória. Örülök, hogy maga szakértő hadnagy úr. És ki a fene maga? Svensson kapitány a nemzetvédelemtől. Ide hívott, hogy hatástalanítsuk a kocsikat. 12-es típusú plasztikbombát találtak. És? Ugyanilyen robbanószert loptak el az Elgaza hadseregből az öbölháború végén. Bárki tette is, egy tonna VX gázt is elvitt. Ha ideggáz van odabent, és engedi meglépni őket, nekünk annyi. Jobb, ha kikapcsolja a kamerát. Az oldalfolyosókhoz! Lezárni! Arra, mozgás! Őrizetbe kell, hogy vegyelek, Frank. Elmondanád miért? Engem. Fogalmam sincs. Azt mondják, te is benne vagy a túzdrámában. És azt üzenik, hogy a fiad jól van. De hát... Mit mondtak? Kiszabadították Berontól, de még mindig bent van. Mondd ez neked valamit? Figyelj ide! Azonnal szállítsd le a gépeket! Fel fognak robbanni! Ezt jól megcsináltad. Elnézést, asszonyom! Most szóltak, hogy a fiú apja szerint Beronért jönni fog egy helikopter. Állítsák meg! Nem lehet, míg a mi gépeink nem szállhatnak fel újra. Már nem várhatunk. Most már támadnunk kell. Vigyázz! Már nem húzunk ki sokáig. Tudom. Charlie, ha nem jutunk ki innen egy darabban, tudnod kell valamit. Te vagy az egyik legjobb, akivel dolgoztam. Nagy kár, hogy ez csak most derült ki. Egyszer még megbánod, hogy ezt mondtad. Igen? Miért? Mert van egy ötlet. Milyen ötlet? Remek ötlet. Na, menj ki! Ez az. Gyerünk! Megvannak!
egy lukat! Mozgás, mozgás! Mozgás, gyerünk, 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 gyerünk! Biztosítsatok! Hol van az ideggáz muníció? Az északi felvonó fölött. Oké, okay, utánam. Várj egy kicsit, hol a felében van Beron? Nem tudom. Hol a főnököd, haver? Á, értem. Te falazol neki, amíg ő meglóg, igaz? Nem is szeretem azt a szemedet. A tető felé indult, Lili szárny. Ott hagytam Jessit. Gyerünk! Az enyém. A Jesse már nincs nála. Charlie! Dobja el a fegyverét! Ereszte el a fiút! Miért tenném? Nem kockáztatja meg, hogy rám lő. A társam hamarosan itt lesz. A maga helikoptere nem száll le, ha rálövök. Ez érdekes. Akkor most döntetlenre állunk, nem igaz? Szerintem adja meg magát, amíg teheti. Nekem jobb ötletem van. Küzdjünk meg. Tudom, hogy ezt akarja. És én is imádnék kezet emelni magára. Tegye le a fegyvert és jöjjön. Nem ettem meszet. Rögtön lelőne. Csak egy golyó maradt a csőben. Elég, hogy szétlőjem a tartályt, de arra nem, hogy megállítsam magát. Tehát válasszon. Lehetőséget ad, hogy megküzdjek magával és megmeneküljek. Vagy ott gubbaszt, és mind meghalunk. Gyorsan döntse el. Engedje el a fiút. Tényleg azt hiszi, legyőzhet. Maga csak egy trükkös kislány. Biztosan megalázom. Végre egy kis sikerélmény. A munkának vége. Utolsó szó jogán. Hazudtam! Maga nem is olyan jó kép. Tudja, Charlie. Igazából nem tudok veszíteni. Beron! Na végre! Viszlát, Mr. Stone! Én se tudok veszíteni, öreg. Jól vagy? Menjünk innen. Jó. Tudod, gondolkoztam. Igen? Lehet, hogy túl agresszív vagyok. Csak
Vigyázz az utolsó! Álljanak már épp! Álljanak! Az ott az apád? Igen. Most mi lesz vele? Nem tudom, még mindig nagyon nagy bajban van, de talán megúszta. Legalábbis miatta nem sérült meg sem. Köszönöm. Gyere ide. Azért megkeresel majd. Számíthat rá. Ki kell, hogy képezzem. Mi? Azért maradt alul Baronnal szemben, mert a bal öklét túl magasra emelt, amikor védekezett. Hol tanultad ezt? Kickbox videókat néztem évekig. Hívjon fel, ha jó edzőt akar, pá! Tudod, tájékoztattak, hogy mi történt, és azt hiszem, jobb, ha ezt visszaadom Harry. És magának is. Köszönöm. Gratulál. Zsaru vagy. Kirakatba teheted. Igen. Szerinted van időm telefonálni? Persze. Hé, Harris, hogy van a karod? Túl élem. Sejtettem. Szóval... az ott az új társad? Arla, hidd el! Amikor beosztották mellém, nem tudtam, hogy néz ki. Fogalmam sem volt erről az egészről. És mondd csak, ideget is ért a golyó? Nem érzek semmit, azt hiszem, nincs bennem ideg. Nézd, Harry. Ha már nem tudlak lebeszélni erről, csak azt kérem Istentől, tanulj meg végre. Futni. Menjenek hátra! Menjenek hátra! Szia, apa! Nézitek a híradót? Jobb, ha bekapcsolod. És mégiscsak gyertek el az évzáromra. Szia! Én is imádlak. Szóval, Chucky, hogy van a család? Remekül, Harry. Harry? Hector? Hector? Horace? Egy vigyort a nézőknek. Horace.